mára én Szent Ágostont ajánlanám, hogy legyen a mesterünk, tanuljunk tőle. Nem tudom, mennyire ismerős, 350-es években született Afrikába, és hát rétor lett. Ugye abban az időben az ilyen, hát nem volt ennyiféle szak, hogy jogász, meg mit tudom, politikus. Ő megtanult jól beszélni, és aztán aki akart, őt alkalmazta erre. És ő mint tanár is tanította ezt a dolgot, és hát hogy mondjam, nagyszerű, hihetetlen zseni volt, tehát ilyen nyelve forgott, és nagyon izgalmasan, érdekesen tudott beszélni, tehát mindenütt sok ember vette körül. Nos, ebből kifolyólag élte a rómaiak arany ifjú életét. Hogy mondjam, hát olyan sok erkölcsi gátlása nem volt, saját életrajzában megvan a könyve, Confessio, tehát a Vallomások című könyvében le is írja, hogy hát na, egy utcanőtő például lett egy gyereke, vagy voltak ilyen olyan dolgok, amiket ugye egy szenttől az ember nem várna el. Na, de leírja, hogy bár mindent megkapott, mégis üres volt a külső világ. És olyan szépen, hát ugye megtérését leírja, hogy hát nyugtalan az én lelkem, még meg nem nyugszik benned, Istenem. Én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas ez a könyv. Annak ellenére, hogy több mint 1500 évvel ezelőtt írták. És megvan. Mostan, hogy mondjam, Szent Ágoston békét tudott teremteni magába. Hiába ment kifelé. És leírja, hogy nem csak a római élet éjszakájába merült el, hanem elmerült az irodalomban, művészetekben, Vergiliusban, akit nagyon tisztelt, szeretett, de mégse találta meg ott a nyugalmát. Igen. Hát, hogy leírja, hogy jut el az Istenhez, hogy tud ő megtisztulni lelkileg és szellemileg. És azt gondolom, hogy a mai embernek is valahol erre vágyunk mindannyian, hogy valami olyan szépségre, jóságra, ami meghaladja a mi mértékünket. És hát a kereszténység ugye erre próbál így választ adni, hogy igen, a határokon túl ott van Isten szeretete, jósága. És persze felmerül önökbe is a kérdés, meg bennem is sokszor, hogy ez járható ez az út, hogy ezt így lehet csinálni. Hogy a szeretet képes sebeket begyógyítani, hídakat verni az emberek közé. Elmondanék egy-két ilyen történetet, amivel úgy megtapasztaltam, hogy igen, érdemes a Jóistenbe bízni, érdemes a Jóistenre hallgatni. Hát ugye hoztak hozzánk vagy három gyereket. Nagyon aranyosak voltak, de én láttam a papírjaiba, hogy hát apjuk, anyjuk van. Hát akkor miért vannak nálunk? Na. És akkor hát én bizony mondtam, na, jött a vakáció, gyertek gyerekek, üljünk be, keressük meg. Gyergyó remetén egy eldugott kis Székelyföldön is vannak tanyák, nem csak itt az Alföldön, hát egy ilyen tanyai ház volt. A gyerekek nem is akartak jönni, de azért csak elvittem magammal, és emlékszem, hogy hát ugye a ház elhagyott volt, távolról látszott. Nem volt kerítés, nem volt majorság, nem volt vetemény, tehát úgy tűnt, hogy nem él ott senki. A függöny, hát az ablak be volt csukva, de fújta a szél, tehát az is be volt törve. És bementünk, és hát ott fekszik egy székely atyafi, és nézi a Mester Gerendát délelőtt 10 órakor. Na, és nem volt hótrészek, hanem épp egészséges. Na most ez egy tudományos kérdés, egy székely atyafi 11 órakor mit néz a Mester Gerendát? Ebből szerintem akár doktorálni is lehetne. Én ebből kíváncsi lettem, minden, hát mondom, és hol az asszony? Hát szóval megszökött. Na hát gondoltam, hogy szóval én is. Hát mondom, hogy menjünk, keressünk. Az ő biztos nem, az tudja az utat egyedül is hazafelé. Hát mondom, de én hazahoztam a gyerekeket, itt van, maga akar főzni rájuk, mosni, hogy legyen nyári vakációval, minden, nem lenne jobb megkeressük, mégis az asszonykát. Hát azt mondja, hogy menjünk. Na ugye, hát gondoltam én is, nagy szögött asszony megkeresni. Tehát nem, családi élet, mert mindig a papi cölibátusnál, mindig a kísértés, eszébe nem jut ez, hogy ilyen problémák is vannak a családi életben, nem? Na hát elindultunk szögött asszonyt keresni. Na meg is találtuk. Hát az úgy elkezdett velünk veszekedni, hogy borzasztó, nem tudtunk szóhoz jutni. Elé került ez, az is, férfi is mondott azt. Én álltam,
Egy darabig próbáltam beleszólni, de nem foglalkoztak velem. Ők ketten jól el voltak egymással. Hűha, gondoltam, hát ez kár volt ebbe beavatkozni, hát nem tudom miféle. Végső kétségbeesésemben megfogtam a gyerekek kezét, és mondtam, gyerekek, gyertek, imádkozzunk. És elkezdtük mondani a mi atyánkot. És úgy láttam, hogy úgy csendesednek el. Na, üdvözlíj, Mária, most segíts meg, Mária. Mi eszembe jutott, mindent elmondottam a gyerekekkel, és a végére elhallgattak. Ugye szememmel intettem, na fogják meg ők is a gyerekek kezét, hát úgy álltunk V-be, tehát nem lett kör belőle, ők egymás kezét nem fogták meg. Na hát, én, ami eszembe jutott, imádság, mindent elmondtam, meg minden. És utána mondom a férfinak, hogy tudja mit, térjen le. Fogadja meg, hogy többet nem iszik. A veszekedésből ezt vettem ki, hogy ezt a felesége nehezményezi, hogy közbe berúg a férje. Na hát, le is térjelt, és akkor mondtam én előtte, Isten engem úgy segél. Mondta utána, Isten engem úgy segél, hogy többet nem iszok, hogy többet nem iszok. Hogy a családról gondoskodok, hogy a családról gondoskodok, mondta is utána. És akkor mondtam a végén, és az asszonyt szeretem. Hát szegény férfi, mint a kigyócsitte volna meg. Felnézett, olyan kétségbe esettem rá, én mondta, az asszonyt szeretem. Hát ha valaki ilyen lökött, hogy éjjel vagy délelőtt 10 órakor nézi a Mestergerendát, hát csak a szerelem egyéb ilyen majmot az emberből nem tud csinálni. Hát nem igaz? Hát most hogy mondjam, hát hogyha nem fájt volna neki ez az egész dolog, hogy nézegette volna a Mestergerendát, dehogy is. Na hát, és kimondta, hogy térjen állva a feleségére felnézni, hogy az asszony szeretem. Hát két akkora szeme lett ennek a nőnek, mint egy kávés csésze, úgy. Hogy mondjam, na hát mondtam a mamának, most maga térjen le, és maga is fogadja meg, hogy többet nem veszek. Azt mondja, mostanig sem veszekedett, mondom, nem baj, nem baj. Essünk neki. Na, és akkor aztán ő is mondta, hogy többet nem veszekedik, hogy a családjáról gondoskodik, és mondta, a férjemet szeretem. Ő olyan könnyedén kimondta, mint ha meg lett volna olajazva, mint egész délelőtt próbáltuk volna. Meglepődtem. Na, mondtam, akkor most én nem térgyelek le, de én is megfogadom, a fene fenét eszik is, ha őszig ezt megtartsák, kerítek munkát. Mert ugye falupásból éltek, és nagyjából már az erdő elfogyott. Amúgy pásztorok voltak azelőtt, tehát a kommunista időben, tehát hogy értettek, hogy is hívják, és őszre vettem nekik 3 tehenet, és aztán a gyerekek ittak meleg tejet, vagy finom házi tejet, nekik volt munkájuk, úgyhogy mindenki végül jól járt. Hát ez egy sikertörténet. Igen, tehát valamilyen szinten hinnünk kell nekünk azt, hogy Isten azt szeretné, hogy megoldódjanak a problémák. Hogy ha valahol benned szomjúság van, akkor biztos van valahol egy kút, ami oltja a szomjadat, nem igaz? És azt gondolom, hogy ha bennünk megvan ez a nyugtalanság, amiről Szent Ágoston beszél, akkor egészen biztos, hogy van az égbe Isten, aki ezt a végtelen utáni sóvárgást, vágyat szívedbe ki tudja elégíteni. És én valahogy mindig ezzel a pozitív hittel mentem neki a feladatokhoz, hogy ha van egy baj, azt meg lehet oldani. Csak azt gondolom, nagyon nehéz, nagyon sokszor nem mernek a fiatalok, felnőttek se, hogy mondjam, őszintén elmondani, hogy mi van bennük. És az a férfi ottan felesége előtt térgyen állva szerelmet vallott, és hogy mondjam, az előtte való sok veszekedés, civakodás, hús, eltűnt. Tehát Jézus Krisztus ezt hihetetlenül jól tudta csinálni. Ugye ott van a Szentírásnak az a története, amikor ugye nagy csütörtök, nagy péntek után föltámad, és mondja, találkozunk a Galileai tengernél. És ott vannak az apostolok, egész ilyen halásznak, kikötnek, folyik a víz róluk, hideg van, fáznak, nem tudom, nem fogtak semmit. És azt írja a Szentírás, hogy ég a tűz, sülnek a halak, és Jézus azt mondja, gyertek, hozzatok, reggelizünk. Melegedjetek meg. Akkor leülnek, és reggeli közben azt mondja, Péter, mondd őszintén, szeretsz te engem? És képzeljék el, hogy Jézus felállt volna, és elévet volna a háta mögül egy kakast, és megkérdezte volna, Péter, mit szólsz, ez milyen madár? Na, szokott-e kukorékolni, vagy nem? Egy éjszaka hányszor, mit szólsz hozzá? Ismerjük-e mi egymást? Mi a francia etted 3 évig a kenyeremet, ha nem tudtál eljönni a temetésemre, nem?
Megmondhatod volna ilyen dolgot, ami igaz is lett volna, nem? És Péter szegény mit mondhatott volna erre? Azt, hogy bocsi Jézus, hogy megszülettem, többet nem fog elé fordulni, el is tűntem. És Jézus ott maradt volna egyedül a fene nagy igazával, igaz? Kezdette volna karácsonnyal elől az egészet. De milyen szép, hogy nem leírja az ő barátját, hanem megtanul, ki tud engesztelődni vele. Két autó nem tud úgy összemenni, mind a kettő ne törjön össze. És aztán, amikor ott vagy a kórházban, és folynak a csövek ki belőled, csak akkor mondod, hogy nekem volt igazam. Hát, na, marha jó dolog, nem? Nem lett volna jobb elmenni a másik mellett? Igen. Tehát én azt hiszem, hogy a gonosz lélek szeretne rávenni bennünket arra, hogy egymásnak fájdalmat okozzunk, hogy egymásnak rosszat tegyünk. Én sokszor ugye a gyerekeknek elmondta, hogy a gonosz léleknek nincs keze, nincs lába, ő nem tud megütni bennünket. Ő azt szeretné, hogy én a kezemet adjam oda neki, a nyelvemet adjam oda neki, hogy általam mondjon rosszat rólad. De én azt mondom, nem. Jézus azt mondta, ne térjek le a szeretet útjáról. És ezt olyan sokszor megtapasztaltam, hogy igen, hogyha az ember kitart a szeretet útján, hogy csodálatos dolgok történnek, gyerekekkel is. Ez egy nagyon régi, kedves történetem, hogy hát ugye papi gyűlés, szemmiáj, búcsú, hát nagy öröm, és én ott vagyok a paptársaimmal. Na mostan, ugye szeptemberben Gyulafehérváron kiderült, hogy kevés a gyerek, és mondták, hogy vigyünk oda a gyerekeket. Van egy nagy autó, szóval adtak egy nagyon szép házat, vettük az autóba, és elvittünk 8 gyereket, aki akart, azt. Na, hát ezek közül bizony, hát volt, aki be tudott illeszkedni, és volt, aki úgy érezte, hogy nem jó. Most képzeljék el, ott ülök a papi gyűlésen, szól a telefon, egy társam kimegy a fix telefonhoz, visszajön nagy vigyorogba, és azt mondja, fia, Csabatesvé, 3 fiad megszökött. Na most, ugye a papok se angyalok, elkezdtek ott röhögni rajtam, nem tudom, éreztem, mindjárt elsüllyedek a föld alá. Hát én felálltam, és kimentem az autó felé, hogy na, menjek, keressem meg a szökött fiaimat. Úgy éreztem, hogy na nem baj, kölykek, én majd, ha elkapom a grabancotokat, akkor kaptok egy-két nyaklevest. De mintha Jézus odaült volna mellém, és azt mondta, de Csaba testvér, te tudod, ugye, hogy ezek a fiúk bármit is tettek, azt nem jogosít fel téged arra, hogy letérj a szeretet útjáról. Hát én erről prédikáltam eleget, úgyhogy elbe tudja ilyenkor az ember, hogy igen, a másiknak szabad hibát, bűnt elkövetni, de nekem nem, nem? Tehát az nem válasz a problémára, hogy az ő lám gyertyája kialudt, akkor kifújom én is az enyémet. Akkor még nagyobb lesz a sötétség, nem? És akkor hát mondtam, na jó van, uram, de legalább a fülükön az egyet csavarok. Na hát most már ennyi örömöm nekem is legyen ebben az életben. És mert a Jézus mondta volna, hogy de fiam, képzeld el, a keresztről lenyúltam volna, és ott nyakon vertem volna, Herodes, Pilátus, na, valakit ott akárként. Hát éreztem, hogy ha ezt tetted volna, uram, akkor én nem lennék a te papod, az biztos. Tehát, hogy mondjam, igaza lett volna, de ott egy-kettőt ott a Isten nyilával nagyon ütött volna a keresztövébe, nagyon gáz lenne, nem? Hogy mondjam, pont az az ő nagysága, hogy ott a kereszten haldokolva is imádkozott értünk, hogy atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszelek. Hát ezek a gyerekek az engem nem feszítettek keresztre, kicsit kellemetlen helyzetbe hoztak. Na, gondoltam magamban, persze jó volt, hogy volt 18 kilométer, 100 sebes, onnan indultam Gyulafehérvárig, lemegy a feszültség, és én mindig mondom, hogy egy jó pedagógus egy kicsit olyan kíváncsi kell legyen. Na most hallám, uram, hogy ez a fene nagy szeretettel egy ilyen szituációt hogy lehet megoldani, nem? És az emberben ez a kíváncsiság felébred, hogy az érzelmeit, ezeket az állati szinti, hogy is hívják, ott félre tudja tenni, ha átadom én a kezdeményezést az Jóistennek, akkor mindig a csodák útján kötök én ki. Na most mondjam el tovább a történetet, hát ugye vezetem az autót, na hol keresse az ember a szökött gyereket? A város szélén. Amúgy tőlem nem szoktak megszökni a gyerekek, hát de most így történt.
Na hát utolérem a gyerekeket, mennek. Na mondom, pont Déva felé. Mondom, hova mentek? És azt mondják, ők mennek vissza Dévára. És persze, amikor kiderül, egyik árvázba szöknek, a másikba a gyerekek. Hát olyan nagy tragédia, de hát most az megbeszélhették volna valakivel. Nem tudom, miféle. És mondom, ilyen ötödikes, hatodikos fiúcskák voltak, hárman. Hát mondom, na fiúk, mit szóltok, milyen messze van Déva? Hát azt mondják, 10 kilométerre. Na hát beültek az autóba, elmentünk a következő kilométerkőig, hát írja 87, azt mondják, sok. Hát mondom, mit szóltok, egy óra alatt mennyit lehet gyalogolni? Hát mondják, 30 kilométert. Hát mondom, na ha akarjátok, leszálltok, következő kilométernél vállal, stopper órával, de akarjátok, el is ihetitek nekem 3-4 maximum. Adtam papír, ceruzácsot, kiszávoltak. Azt mondják, ez sok. Hát mondom, én tanítsalak megszökni titeket, hát nem? Hát hányszor elolvastuk a mesébe, hambubasült, pogácsa, meg mindent, hát itt csak nyáriasan így nekiindultak. Hát a város szélén ott valami nagy kóborkutyák, ez az eléjő, hétfejű sárka, akármi. Hát egy húsám, semmi nincs a kezetekben, nem? Hát csak így néztek nagy kerek szemekkel. Mondtam, fiúk, van 3 lehetőség. Ez egyik, mentek ti tovább, puszi, integettek, bye-bye, majd csak lesz valahogy, nem? A másik az, hogy visszamegyünk a kolostorhoz, vágunk jó nagy botokot, közben a lányok sütnek hambuba sült pogácsát, meg zsíros kenyeret kennek, meg felöltöztök jó alaposul, hogy ha hideg van, akkor éjszaka mégiscsak már novemberben hűvös van, megyünk tovább. Ti mentek, mi integettünk. Néztek kerek szemekkel. De a harmadik lehetőség, visszamegyünk, ti megfogadjátok, hogy több ilyen spontán világkörül útat nem szerveztek. Szent a béke, megy az élet tovább. Na, döntsetek. Elkezdtek sírni, odabújtak mellé, hát mondták, papbácsi, hogy is mondok ilyet, meg se akartak ők szökni tőlem, meg minden. Na, csak azt elmondták, hogy az óvoni, az iskolában tanítóni, az egyiket ugye, na, varjúnak nevezte nálunk, a roma szárazású gyerekeknek könnyen mondanak ilyen csúfat, ők aztán összepakoltak, és másik két fiú nem engedték a barátjukat magukra megszökni, hát ők is mentek vele. Na most álltunk ott a kilométerkőnél, fújt a ruhámat a szél, na mondtam, hamar üljünk be az autóba, mert még valaki azt hiszi, hogy valami pogány szertartást végzünk itt. Hogy mondjam? De olyan öröm volt a szívemben, hogy Jézus nem engedte, hogy letérjek a szeretet útjáról. Mert én azt gondolom, akár mekkora makarenkós pofonokot adtam volna ezeknek a gyerekeknek, ezek sírva nem bújtak volna oda hozzám, nem? Tehát valahol ezt kéne megtanuljuk a jó Istentől, hogy igen, biztos, hogy bántanak, és fáj nekünk, és olyankor jön, hogy visszaüssünk, vagy valamit mondjunk. Nagyon egyszerű ez. De emberek vagyunk. Krisztus által megváltott emberek. És azt gondolom, hogy nem is az a dolgunk, hogy valami nagyon körmönfont pedagógiai, mit tudom én, makinációval a gyerekeket elkezdjük, hogy is hívják volni, hanem csendesedjünk el, és egész biztos a jó Isten megszólal a szívünkbe. Lelkismertük, olyan útat tud mutatni, amin érdemes elindulni. Szent Ágoston azt mondja, hogy amíg kint kerestem a világba, a boldogságot nem találtam meg. De aki Istennel akar találkozni, nem kell tengereken átkeljen, hegyeken átmásszon. Minden ember a Szent Háromság temploma. Tehát ez az emberi méltóság. Ugye azt mondjuk, hogy az ember utazás a semmiből a végtelen felé. Anyád méhébe két sej találkozik, és megszületsz, elkezdesz járni, beszélni, hogy mondjam, tanulni, önmagadat kibontakoztatni, és a cél az, hogy felnőj oda, hogy a Szent Háromsággal egy asztalhoz üljél. Csodálatos feladat, nem? Isten szeretné megosztani velünk a létezés örömét. Annyira szép maga Jézus úgy mondja, hogy azt szeretném, hogy az én örömöm a ti örömötök legyen, és örömötök teljes. Milyen szép. Tehát arra születtél, hogy igen, felfedezd azt, hogy nem vagy egy lakatlan sziget. Az advent csendjében fontos lenne, hogy megtanulj imádkozni. Nem mi atyánkot mondani, azt is kell mondani, persze.
hanem elcsendesedni is, hinni azt, hogy igen, a nagy Isten, hogy miért van ilyen rossz ízlése, hogy pont az én szívembe akar otthont venni, nem tudom. De hát ha már ez van, akkor bízzak benne. És hogyha ne talán rosszakot követtem el, vagy tévedtem az életbe, hát ugye autóval jövünk ide, a legtöbb embernek ott van a GPS. Az én kollégáim is jól elmentek a GPS-szel, de mindegy. Engem valaki hozott, egyből idejöttem, de sokszor eljátszottuk, ugye, hogy az ember vezet, és a GPS elkezdi mondani, hogy túl gyorsan mész, túl gyorsan mész. Hát én nem azért nősültem meg, hogy nekem valakit mondogassa, hogy hogy menjek, hogy nem menjek. Ilyenkor ilyen hanyag mozdulatta, kikapcsolja az ember azt a masinát, és vezet nyugodtan, higgadtan, férfi büszkeségével, és egyszer csak azt veszi észre, eltévedt. Na hát ilyenkor megint visszaadja alázattal, szerényen a masinának a hangot, és ő nem azzal kezdi, na mondtam, kellett neked neki. Annyira méltányolom ezt, hogy ő sírják, hogy ilyenkor mindig azt mondja, hogy újra tervezés. És akárhogy lementem a térképről, onnan is el tud vezetni a célba. Hát egy, mit tudom, most az égen kering egy műhold, nem tudom mekkora, mint egy mosógép, vagy akármi. Én abban tudok bízni. Hát akkor miért nem tudok bízni a jó Istenbe, aki a lelkismeretem által ugyanezt mondja nekem, hogy újra tervezés, advent van, nagyszerű, kezd előről. Biztos, hogy meg tudod te ezt oldani. Hát az öreg Nikodémus Jézussal találkozik, és hát nem tudom ez a Nikodémus miket mondhatott Jézusnak, mit nem, de azt mondja Jézus, hogy hát, amit mostanig csinálta, az egy nagy nulla. Na, újra kell születni, igaz? Ezt mondja Jézus neki. Tehát nem azt mondja, hogy fiú, elment az utolsó volat, nagy, na, kár, hogy most kerestél meg. Nem, öreg vagy, de újra tudsz születni. Most, ette pillanatban. Ott a jobblatora keresztem. Ő maga bevallja, hogy mi ezt megérdemeljük. Tehát a kereszt halál, tehát az eléggé macerás dolgokat, húzós dolgokat csináltak ezek a fiúk, hogy ő azt mondja, hogy én ezt megérdemlem, hogy itt a kereszten meg fogok halni. És mégis Jézus azt mondja, még ma velem leszel a paradicsomban. Tehát még ott is újra lehet tervezni. Igen. Merjünk hinni abba, hogy nem a papbácsi kell nekem megmondja, nem is a, nem tudom, hogy mondja, valami tenyérjós, vagy babonás, akármi, hanem az imádság csengébe Isten képes szólni hozzánk. Lelkismereti szabadság. Ennél csodálatosabb dolog nincsen. Tehát, hogyha őszinte legyek, hogyha ott van például a Szovjetunió. Engem 90-ben meghívtak Nagyszőlősre, tartsak egy misét. Ott volt egy 70 évig raktárnak használtak egy templomot. Az emberek lebontották ezeket a pócrendszereket, kihordták. Most el lehet képzelni, hogy néz ki egy ilyen kommunista, hogy mondjam, na, egy templom, ami azt hiszem azóta nem is meszeltek, mint raktárcserőst tartottak karba. Pór, mocsok, a templom berendezéséből semmi sem volt. Kiraktak egy asztalt, és mondtuk a misét, és az emberek térre borultak és imádkoztak. És én akkor gondolkoztam el, hogy 70 éven keresztül az emberekből próbálták szisztematikusan és nagyon-nagyon profi módon ugye kiirtani azt, hogy hát itt a kommunista párt megmondja, mit kell csinálni, és annyi, pont, kész, nem kell sokat gondolkozni. Hát ugye önök is látom időseket, Magyarországon is nagyjából hasonló volt, Romániában is az elképzelés. Az ember egy tabula rasa, majd a tanítónéni azt ír rá, amit a kommunista párt diktál, és megszületik az új embertípus. Nem született meg. Ezek az emberek letérgyeltek, és imádkoztak. Döbbenetes volt. És elgondolkoztam, hogy tehát nem attól változott meg Szovjetunióban a mentalitás, hogy oda ment, mit tudom, 500 nagyszerű pap, vagy 1000, vagy valami egy tévéadó, meg kezdte nyomni a szöveget. Nem. Egyszerűen a lelke mélyéről felbudjant az emberekbe. Vagy például olyan érdekes, ugye Amerikában is mostan 95%-a egy pártnak a szövegét nyomja 1000-re, lehosszák kártyalapokkal, mindenféleképpen,
És az ember elmél csendbe, és szavaz. Többenetes, nem? Tehát én ebbe hiszek, hogy benned, bennem van egy iránytű. És én igazából egy dolgot tudnék csinálni, megfognám a kezedet, és bevezetnélek ebbe a szentélybe. És azt gondolom, hát ha valamiben remélkedhetünk, az az, hogy mindannyiunkban ugyanaz az iránytű van. És hogyha te elindulsz lelkismeredre hallgatva, akkor egész biztos találkozunk. Én mehetek a magam ferences útján, te mehetsz a magad másik útján, de a lelkismeretre fényénél megyünk, akkor jó testvérek leszünk, és találkozni fogunk.